Két éve az IÉS gimnázium 55. születésnapján kezdték el készíteni, most fejezik be. Egy több mint 3 méter széles közösségi alkotás díszíti majd a suli homlokzatát. Hogyan tértek vissza az iskolába a diákok, mit kell bepótolni, és mi az, amire jó volt az online oktatás? A Kessjár iskola igazgatóját, Tóth Krisztinát várjuk a stúdióba. Kis csoportban indultak újra a foglalkozások a budaörsi zenetanodában. Az oktatáson ritmusgyakorlatokkal kezdenek, majd a gitárakkordok elsajátítása után teljes dalokat tanulnak meg. Hétközben jó estét kívánok! A TV 2040 budaörsi közéleti magazinját látják. Már jelenléti oktatás van minden iskolában, így visszatértek a suliba az IÉS Művészeti Szakképző Akadémia diákjai is. A keramikus képzésen tanulók tovább dolgoznak a köztér 18 szám alatti épületük állagmegóvásával egybekötött díszítésén, készítik a vizsgamunkáikat, és befejezték azt a közösségi alkotást is, amiben két éve az IÉS gimnázium 55. születésnapján kezdtek bele. A több mint 3 méter széles mű az iskola homlokzatán díszíti majd, a tervek szerint júniusban rakják a helyére, a tanévzáróval egy időben. Az utolsó bezárás az március 10-e óta volt, és addig családi munkában megcsináltuk ennek a WC-nek, meg ennek a WC-nek a burkolatának egy részét, ami azért öröm, mert hogy most már lassan olyan körülmények között létezünk, mintha emberek lennek. És egyébként még a múlt tavaszi lezárás, tehát ugye ami márciusban volt, akkor született meg ennek a résznek a burkolata, és ebben az egészben, ami izgalmas, az az, hogy ugye ezek mind különböző diákmunkák, nyári szimpóziumokon készültek ezek a festett csempék, ezt a falat is tavaly tavasszal tudtuk felrakni, ezek mind, ez például a Kungu György szobrászművésznek egy munkája, voltak koreai vendégeink, volt pécsi egyetemistáink, tehát hogy ez egy ilyen nagyon vegyes felvágott, ami itt van a falon, és igazából még azon a falon, amit az előbb ugye néztünk, itt vannak ilyen szövegrészek, mint ez a szél, meg jó anya, meg magányos tesz fel, meg mindenféle. Ezek tulajdonképpen ilyen festés gyakorlatok voltak, amit még 2019 őszének az elején csináltunk a diákokkal, hogy megtanuljanak kobaltos festékkel szöveget festeni. És ez volt az előkészülete az IÉS 55 projektnek. Úgy tűnik, hogy a hosszú és kényszerű bezárás alatt sem állt meg teljesen az élet a köztér 18-ban. Amíg a diákok online tanultak és otthon készítették el a munkáikat, az alatt a tanárok szépítgették és csinosították az OK és képzés központját, amikor pedig rövid ideig lehetőség adódott rá, együtt díszítették a régi épület megkopott falait. Ősszel ugye megint volt egy periódusunk, amikor nyitva voltunk, és az animációs diákok is ide járnak plasztika órára, és ez egy plasztika óra feladat volt, hogy ezt az egész falat megtervezzék, stencillel megcsinálták ugye ezeket a figurákat, aztán vannak rajta tenyérnyomok, rajzok, mindenfélék. Úgyhogy ez a másik új mű, amit a pandémia egyik szünetébe született, és a bejebb jöttek. Akkor szintén még ősszel, amikor éppen lehetett iskolába járni, akkor készült ez is. Itt egy befalazott ablak van, és azt burkoltuk le ezzel a szigetelő lemezzel, és ezt szintén az animációsok tervezték, ezt csinálták. És szintén ősszel, amikor még dolgozni tudtunk, akkor készült el ez a mozaik és dombormű kompozíció a falra, amit a tavalyi elsőéves és most már másodéves diákjaink még a tavalyi tanévben csinálták, a dombormű részleteket, és akkor most, amikor éppen nyitva tudtunk lenni bizonyos időszakokra, akkor kerültek ugye föl ide a különböző mozaik részek a falra. És hát ez a szokásos módon nem esztétikai célokat szolgál, hanem az állag
javítása az épületnek, és közben megtanulnak fel a fiatalok. Úgyhogy azért tudtunk elég sok mindent csinálni, amikor éppen nyitva voltunk, és ugye akkor megint lezárás volt március 10-től, és akkor megint online voltunk, tehát ez így össze-vissza működött, hogy éppen hogy van és hogy nincsen, és most hétfőn nyitottunk, úgyhogy most óriási a boldogság, hogy megint végre mindenki élőben. De tulajdonképpen izgalmas volt az online, mert nagyon sok mindent sokkal részletesebben végig tudtunk beszélni, szaktörténetet, művészettörténetet, ilyeneket, de azért most nagyon jó, hogy mindenki itt van élőben. Úgy tűnik, hogy a diákok is örömmel vetették bele magukat újra a közös munkába. A legtöbbjüknek már nagyon hiányzott a társaság, a közösség és az együttalkotás öröme is. Jelenleg mozaikozunk, ezek ilyen pici üvegmozaikok, amiket ilyen csempéhátuljára rakunk fel éppen, és ezek a WC falát fogják díszíteni majd. Visszatérni, de nagyon jó volt, mert alapjáraton egy nagyon jó kis közösség alakult ki az első fél évben, és hát személy szerint én nagyon rosszul értem meg a bezártságot, és azt, hogy így egész nap egy ilyen kompjútert kellett bámulnom, és nem volt meg az az interakció, és ez a fajta közelség és az emberekkel való kontakt, mint személyesen, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, hogy biztos. Sokunkat orlódott föl egyébként így, amit most így jelenlétben sokkal jobb és sokkal hatékonyabban meg tudtok csinálni? Hát nem arról van szó, hogy feltorlódott volna, illetve a feltorlódott, az csak is a hozzáállása miatt van, és nem ezekkel a külső körülmények miatt. De egyébként, amikor online volt tanítás, akkor ahhoz képest kaptunk otthonra feladatokat, itt pedig rögtön hozzáálltunk az itt megvalósítható dolgokhoz. Nyakas Adrien is örömmel tért vissza az iskolába a feladataihoz, amely részben a vizsgamunkák rendbetételéből és az elkészült alkotások rendezéséből állt az első napokban. Ez a karantén és a bezárás előtti utolsó kész elkészült munkám. Ugye ezen túl olyan munkáim vannak, amiknek még nem sikerült a végére érni, de szerencsére most újra kinyitottunk, és most gőzerővel tudjuk folytatni a megkezdett munkáinkat. Milyen érzés volt visszatérni? Mit jelentett ez számodra? Hát amúgy szuper, mert bár otthon is lehetett dolgozni, kaptunk anyagot, vihettünk haza, hogy a vizsgamunkákat azt mindenképpen időre be tudjuk fejezni, de hát azért ég és föld az, hogy otthon hogy dolgozik az ember. Nyilván ott konzultációk vannak, nem teljes felügyelet, úgyhogy azért ez így nagy segítség, hogy újra visszatérhettünk most így az utolsó hónapra belehúzni a vizsgamunkákkal. És mennyire hiányzott a közösség, a többiek? Hát igen, tehát az meg a másik fele, hogy nem mindegy, hogy az ember otthon van egyedül. Nagy motiváció, hogy itt együtt vagyunk, sorstársak vagyunk, utolsó hónap mindenkinek, inspiráljuk egymást, motiváljuk egymást, és hát ugye a társasági élet is nagyon fontos, így, hogy azért az ember az ideje legtöbbjét egyedül töltötte. Nem csak a másodéves diákoknak kell néhány hét alatt mindent előkészíteniük a záróvizsgára. Egy közel 3 éve elindított műalkotás is most kerülhet majd felállításra a korábban eltervezett helyén. Most a lezárások alatt tudtuk befejezni Névó Sztenhommal 2-esbe az IS 55 közösségi műalkotás projektnek a, mondjuk azt, hogy a végső fázisát, ami ugye szintén elakadt, mert hogy 2019-ben volt az IS gimnázium 55 éves, és ennek alkalmából volt egy nagy happening az IS-ben, egy ilyen nagy közös, nem is osztálytalálkozó, hanem iskolatalálkozó, ahol ott volt 1000 ember, és ott csináltunk egy olyan közösségi alkotást, hogy itt az OKS diákok csináltak nekünk fehér porcelán csempéket. Ezt mutattam nektek benn, hogy ugye így azokon gyakorolták a szövegírást, és ezen a nagy rendezvényen 300 ember dolgozott velünk. Ők a volt IS-es diákok, meg tanárok festették meg ezeket a csempéket, és mi a Nével készítettük el ugye az IS logónak a betűit, meg hát most raktuk össze ezt a mozaikot és mindent, amit itt látok. És az volt az egész alapötlet, hogy megkértünk 3 Budaörshöz és az iskolához kapcsolódó irodalmát,
Szabó T. Annát, akit nyilván nem kell bemutatni, és Budaörsi, Dragomán György, aki szintén Budaörsi, és Kemény István, aki meg az IJ-esbe járt gimnáziumba. És ő hármukat kértük meg, hogy IJ-es szövegekből válogassanak nekünk. Teljesen mindegy, hogy milyen részleteket. És a három költőnek a válogatását egy-egy borítékba beraktuk, és akkor jött a közönség, és választhattak, hogy mit szeretnének. Dragománt, Szabó T. Annát vagy Keményt, abból a borítékból húztak egy szót, vagy egy szókapcsolatot maguknak, teljesen random módon, és akkor elkezdték felfesteni ezekre a csempékre. Ez a felirat és a központi elemet körülvevő részek hamarosan az IJ-es homlokzatára kerülnek majd egy kis ünnepség keretében. Mi most rakja össze a darabokat, hogy egy kicsit összeálljon és érthető legyen. Az a része, ami kint a kertben volt, annak az aljához, illetve a tetejéhez csatlakozik ugye az ellipszisnek az alja és a teteje, és akkor ez a felület megint azokkal a kobaltos mázalati festett csempékkel van borítva, amit az IJ-es volt diákok, illetve az IJ-es tanárai festettek ezen az 55. születésnapi ünnepségem, és hát nagyon-nagyon érdekes, ahogy ez az egész összeállt, és én egy csempét szeretnék nektek megmutatni, azért, mert nem tehetek róla, hogy nekem az a kedvencem. Nagyon furcsa dolog volt az, hogy emberek random húztak cédulákat, és mindenkinek valami szöveg kijött. Nagyon érdekes volt, hogy a Szabó T. Anna, mert a három költő is ott volt velünk, pont a Szabó T. Anna húzta mindent. És ő festette ezt a csempét. A legtöbb csempéről tudom, hogy melyiket kicsinálta, de ami hozzám a legközelebb áll, és annyira szép volt a történet, hogy ott van az a csempénk, ami a lélek. Itt van a tetején. Megmutatom. Tehát ő a lélek. És a lélek csempét a Regőci Ildi festette, aki most már sajnos nincsen velünk, és ha valakinek óriási lelke volt, az a Regőci Ildi, ő volt az IJ-esben a gazdaság is, és a mindenkinek a segítője és támogatója, és azt gondolom, hogy nekem egy óriási öröm, hogyha ha máshol nem, akkor legalább ezen ott van az Ildinek a kezenyoma. És az meg külön hozzátesz a történethez, hogy rendesül ő festette azt, hogy lélek. És remélem, hogy a lelke az majd ott lesz velünk fönn a falon. A különleges alkotás és a mögötte rejlő sok-sok élettörténet a tervek szerint június közepén kerül majd az IJ-es homlokzatára 55 év és egy pusztító járvány örök mementójául. Tóth Krisztinával, a Keser Csaba általános iskola igazgatójával, hivatalosan intézményvezetőjével folytatjuk kezicsokon. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most már a felsősök is járnak az iskolába. Visszaállt minden olyan, mintha nem is lett volna koronavírus járvány? Alapvetően igen, a praktikus szempontokat tekintve igen, újra van normális órarend, normális találkozások, de a maszkot nagyon szigorúan veszük továbbra is. Ha már eddig küzdöttünk, akkor ne valami apróságon csúszunk el, és legyen bárki is beteg. Tehát órán is hordani kell a maszkot? Azt a kollégáimra bízom, de az alapvető kérés az, hogy ha csak nincs alapos indokra, akkor tegyék meg, hogy hordatják. A felsősökkel hordatjuk, mert ők folyamatosan bolyonganak az épületben, az alsósok természetesen megtehetik, hogy levetetik. Egész nap úgyis egy flóra fauna egy tanító az osztályával. Amúgy egyébként ott van a nyoma mindenben a vírus helyzetnek. Én ugye, hogy szemüveges vagyok, és most elképzelem, ha nekem vissza kellene ülnem az iskolapadba, én nem is látnám a táblát, tehát állandóan bepárásodna a szemüvegem. Mit csinálnék? Ha leveszem a szemüvegemet, akkor meg semmit nem látnék. Én látom a technikákat, annyit tanultak az emberek erről, van az a típusú maszk használat, ami látom, hogy egészen a szem alá felhúzva talán nem jön ki a pára, a gyerekek annyit küszködnek vele. Vannak olyan maszkok, látom, ami gyerekeknek, szemüveges gyerekeknek készülő, azokat a szülők gondosan beszerzik. Egész jól boldogulnak, de én általában nagyon sajnálom mindenkit, aki becsülettel magunkat beleértve hordja, mert most látom, hogy az emberi arc, a személyes kontaktus, mint mindent, mikor megvonják,
milyen elengedhetetlen fontos. Hát igen, egy felelésnél is. Tehát a tanár lehet, hogy meg se szólal, de ahogy néz, abból már sokszor tudtuk, hogy na most hülyeségeket beszélünk, tehát ezt hagyjuk abba. Abszolút. Meg a formálódó szája, hogy segít az ember a gyereknek okvetlenül, óhatatlanul. Nehéz, nehéz. Hát így viszont a kérdés az két irányú lesz, mert ugye nyilván azt kérdeztem volna, hogy az online oktatáson mit nem sikerült átadni a gyerekeknek, hogyan lehet ezt most bepótolni, de most akkor tovább megyek. Lehet, hogy még az jobb volt, mint a mostani? Bizonyos értelemben megszoktuk, és jól működött, úgy látom. Nyilván nem lehet általánosítani egy első osztályos egész más ebben, mint egy nyolcadikos. Egy olyan szaktanár, aki 7 osztályt tanít, és 7-szer kell, akárhogy is nézzük, szembenézni egy közösséggel kamerán keresztül, és akár halászni a 30 gyereket. Ez gimnáziumban főleg probléma, ahogy hallom, egész másként működik. Azt hiszem, hogy a kollégáim erőfeszítése, a szülők lojalitása, a gyerekek igyekezete folytán meglepen sokat sikerült átadni online oktatásban, én is megmertem tenni azt, hogy a visszatérő gyerekeimmel egy kis álságos barátkozás után megírattam a dolgozatokat. Egészen jól sikerültek, de mindig mondom, hogy az, hogy több ezer évig fönnmaradt az iskola, az nem véletlen. Tehát az az étosz, ami körülöttünk van, a valóság, egymás illata, tapintása, jelenléte, az olyan varázslatos erővel tért vissza, hogy én úgy látom, körülöttünk mindenki nagyon boldog, hogy látjuk egymást. De összességében ugye igaz az, hogy a felsősöknél azért könnyebb volt áttérni az online oktatásra, mint az alsósoknál, főleg mondjuk az első osztályosoknál, akik még írni, olvasni tanulnak. Egyértelműen a felsősök szépen megszokták, bár mindig kifejezik, hogy nem tetszett nekik így a világ. Az alsósoknál lehetetlen szülői segítség nélkül. Én mindig mondom, fogalmam sincs, hogy kell fecskevonalat tanítani online. Biztos, hogy ennek a két évnek a nyoma ott lesz ezeknek a gyerekeknek felnőtt korában is az írás-olvasáshoz való attitűdben, meg egy számos társas kompetenciában, nagyon sok elveszett. Sok tanár ült itt az elmúlt hónapokban, és majdhogy nem egybehangzóan azt mondták, hogy hát, amit most nem tudunk átadni, nem tudunk megtanítani, majd megtanítjuk később. Egy a lényeg, hogy éljük túl az egész vírust, aztán ha most nem tanult meg olyan jól olvasni a gyerek, akkor majd megtanul a következő évben, bepótolja majd, behozza. De ezt lehet az iskolában kezelni? Hiszen eltelik egy tanév, egy bizonyos tudással rendelkezni kell. Sajnos azért még nagyon megvan a magyar oktatási rendszerben az, hogy meg kell ugrani azt a bizonyos lécet. Igen, nyilván erre nincsen rendes érvényes válaszom. Látom én is, hogy úgy működünk, hogy egyet előre, de kettőt vissza. Mert hogyha nem tudom szépen hozni azt tudásként alájuk, ami egy Pál utcai fiúkhoz kell, vagy egy Epika műneméhez, nem lehet tovább menni. Nyilván itt rengeteg türelem kell a gyerekek és magunk irányába is. Biztos, hogy nem lehet pontosan visszahozni, ami elveszett, de muszáj. És én is úgy érzem, ezt is írtam, mondtam a kollégáimnak, hogy semmi nem számít, csak hogy élünk. Körülöttünk is van kollega családjában is, aki belehalt a vírusba. Semmi nem számít. Majd szép türelmesen visszaszedjük, amit lehet az elhagyottakból. Most mi a koncepció erre a néhány hétre, ami még hátra van a tanévből? Mi azt beszéltük meg, hogy akinek van elég jegye, azt nem késztetjük extra erőfeszítésre. Úgy működünk, nekem is magyarból 10-15 jegye minimum van egy diáknak, amiből jól lehet ítélni, nivellálni. Miért is kellene májusban mindenből témazárót íratni, ha nem szükséges? Igyekszünk becsülettel lekerekíteni a tudást, lezárni a füzeteket, és azt mondani, hogy nyáron pihenjenek. A kérésem az, hogy semmi extra erőfeszítés, magukkal szemben sem, a kollégáimmal magukkal szemben sem. Ugye azt lehetett hallani, hogy aki nem akarja a gyerekét iskolába küldeni, az igazolt hiányzásnak minősül, de hogyha valaki egy bizonyos óraszámot túllép, akkor neki osztályozó vizsgát kell tennie? Igen, a 250 hiányzott óra most is áll a törvény szerint. Ez, csak hogy lefordítsuk, ez azt jelenti, hogy ha valaki eddig nem hiányzott, vagy mondjuk egyszer volt egy hétig influenzás vagy beteg. Most viszont azt mondja anyuka meg apuka, hogy a tanév végéig már nem engedem be a gyereket. Akkor ez belefér? Megteheti, igen. Ebben nagy rugalmasságot mutatott például a mi fenntartónk is. Elfogadta azokat a helyben szokásos eljárásokat, amit igazgatói autonómiában még szabad működtetnünk. Nálunk például volt egy COVID igazolás, amit a szülőknek ösztön működtettünk. Ha aláhúzta, hogy a családban volt betegség, vagy a gyermek bizonyos értelemben félelem miatt, vagy veszélyeztetettség miatt nem jön ott, és elfogadtuk bizonyos határon belül 2-3 hétig az igazolást. Van egy törvényi hely, egy 55-ös paragrafus, ahol még az igazgató hatásköre fölmenteni a diákot az órára járás alól speciális indokkal szülői kérésre. Én ezt is alkalmaztam olykor, akkor pedig például nem írjuk a hiányzásokat. Meglepően nem élt vissza vele senki. Mindenki pontosan tudatában volt a felelősségének, szülő is, osztályfőnök is, és én is igyekeztem ezt így tenni. Nincs nálunk hiányzás probléma.
Akkor most jön a nyári szünet, mindenki kipihenni ezt az egyáltalán nem egyszerű tanévet, és aztán szeptemberben a remények szerint minden a megszokott rendszerint folytatódik, két első osztály indul. Igen, nálunk két első osztály indul, és remélem, hogy minden normálisan, alig emlékszünk már olyan évre, amikor az évzáró vagy az évnyitó nem volt veszélyforrás. Nagyon várjuk. Ez is milyen érdekes, hogy azt hallottam, hogy évzárót vagy évnyitót nem lehet tartani, de azt mondják, hogy kulturális ünnepséget tartanak, na azt meg lehet tartani. Minden csak megfogalmazás kérdése? Nyilván igen. Most hallom, hogy május 25-től 2-től megnyílnak a ballagások, évzárók lehetőségei. Az egyetlen itiner, hogy zárt térben nem tartózkodhat idegen, vagy nyilván védettségigazolvány nélkül, de mi ezt nem fogjuk ellenőrizni, kint tartjuk a ballagást és az évzárót, ha egy mód van rá, de meg kell adni azt, ami jár ennek a 2/8-nak is. Hát persze, meg a ballagás az a szülők ünnepsége is, hát szeretik látni a gyereküket, most, hogyha őket kizárjuk, akkor az olyan felemás. Tavaly félelmetes volt ezt úgy tenni, hogy a 2/8 elcsúsztatott idősávban a művészeti teremben ballagott szülők nélkül, ezt nem szeretnénk újra így látni. Azt olvasom, hogy a két induló első osztályból az egyik természettudományi specializációjú lesz, a másik pedig nyelvet tanul majd. Ez mit jelent a gyakorlatban? Minimális a különbség, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez igazi tagozatszerű különbség. Van egy szülői elvárás 15-20 éve, mióta egy kicsit más lett a világ, hogy legyen specializáció, egy osztály körül valamiben legyen több. Nálunk annyira erős az átjárhatóság, hogy ez egy fél-egy órányi különbség majd felsőben. A B-osztályunk egy kicsit több kémiát, fizikát kap majd, hogyha mód van rá, óratömeg meget tekintve, de ezt előre alig látjuk. A hittannal, mindennapos testneveléssel, emelt énekóraszámmal elvesznek az óra tömegbéli lehetőségeink. Ez a terv, az A-osztály pedig egy kicsit szövegértés, nyelvtanulás fókuszú, de mind a két osztályunk tanul elsőtől nyelvet, ami óriási mutatvány azzal, hogy a törvény nem szorgalmazza. Melyikre volt nagyobb érdeklődés, több jelentkező? Mind a kettőre egyértelműen volt, nyilvánvaló a tanító személye is ebben jelen van. Ha nem figyel oda a szülő, hogy a B-osztály fele is angol tanul, akkor azért inkább az A-ba többen jelentkeznek hagyományosan, de mind a két osztály megtelt, el is kellett utasítani most is néhány diákot. Hála Istennek 40 óvodás eltűnt, akik jövőre biztos megjelennek, de előlegzett 126 jelentkező helyett végül 80 körüli volt. Ugye elméletileg körzetes iskola is a Kessér, a körzetben lakókat kötelesek felvenni. De ha nem ide jelentkeznek, akkor a helyükre bárki mást is felvehetnek, és az így bárki mások közül lehet válogatni valamilyen szempontok alapján. Mi alapján, hogyan válogatnak? Ez már csak egy művi állapot, mert nincs valódi választási lehetőségünk, már réges-régen nem is tesszük meg. Annyi körzetes gyerekünk van, ez a mi bánatunk, de Budaörs készül leülni az iskolák fenntartóval, remélem önkormányzattal, ahogy őket ismerjük, mindig nyitva lesznek erre. Budaörs megtelt. Tehát a körzetes iskolaság életszerűtlen mondás, mert annyi gyerek van az öregedő családi házas családok helyére, sorház épül, ikerházak, egyszerre 8 gyerekes család költözik be, ezt nem képesek felszívni a budaörsi iskolák, így aztán mi is erős nyomásra nem vettünk fel rögtön 33 diákot, aki mind körzetes volt, illetve néhány kollega gyerek meg testvér, odajáró testvér tud becsúszni mondjuk Érdről. Nyitva hagyunk egy-két helyet, de a második körben fel kell venni az odafellebező körzeteseket, úgyhogy megint megtelt az iskola. Akkor így lehet, hogy nem is lesz elég a két osztály mondjuk a következő évben, vagy következő években? Ez nálunk lehetetlen, hogy harmadik osztály induljon. 8 évente van erre mód, mert az iskola tényleg kicsi. Tavaly elballagott egy harmadik osztály, akiket 8 éve fel tudtak venni. Nagyon szerettük őket, de alig vártuk, hogy kitegyék a lábukat. Visszakapunk státusz, visszakapunk termet. Erre tavaly olyan mértékű volt a jelentkezés, hogy muszáj volt újraindítani, úgyhogy 8 évig nálunk hallani sem szeretnénk arról, hogy 3 osztály induljon. Sajnos az a pár valahol bekerül iskolába, vagy Budaörsön, vagy dél-budai iskolákba. Ugye ez azért érdekes, mert a Kessenyári iskola történetében volt olyan, hogy 12 év folyamos képzés volt, igen, tehát hogy gimnáziumi képzés is volt, igen, és most olyan lehetetlennek tűnik, hogy akkor most nem tudnak egy harmadik első osztályt elindítani. Igen, azonban azok az osztályok nagyon kicsik voltak, volt, ami egy mai fejlesztő szobában működött 15 fős gimnázium volt, illetve megnőtt az óraszámok igénye tekintetében az a típusú óra, ahol vándorolnak a gyerekek és csoportbontás kell. Most már nem csak a nyelv, hanem informatika, matematika és magyarból is van csoportbontásunk, illetve még egyszer mondom, a bekerült hittan és ének óraszámok miatt azok teremigények is. Tehát ez egy nagyon bonyolult képlet, amit én magyar szakosként fel sem fognék, hanem lennének kiváló helyetteseim, de így függ össze. Egyelőre a középtávú vagy hosszú távú terv az az, hogy továbbra is akkor csak két osztályt tudnak indítani, tehát mondjuk emeletráépítés, az udvar beépítése, új iskola építése, mi hozhat itt megoldást? Mi nagyon világosan látjuk, hogy önző dologtán, de a Kessér
családias jellegét, ami most már 5000 gyereknél majdnem nem igaz, mindenáron szeretnénk megtartani. Ez az arcunk, ez a saját hangunk. Emeletet építünk rá, akkor be tudunk fogadni még 4-5 osztályt, de nem ez a cél. Vannak az iskolá, az városban kiváló iskolák, nagyok is, mi úgy reméljük, hogy majd ott talán tud több terem nyílni, de az a helyzet, hogy mindenki látja, hogy Budaörsön kellene még egy iskola, amit nagyon furcsa azt mondani, hogy Budaörs városától nem lehet elvárni. Az iskoláit kihúzták alól a bizonyos értelemben, miért is költene rá annyit, amennyi elvárható? Én nagyon remélem, hogy egy normális állami önkormányzati együttműködéssel lesz valahol egy Kesjár 2 barátságos kisiskola. Hát igen, az önkormányzattól az iskolákat is elvették, a pénzt is elvették, akkor miért az önkormányzat oldja meg? Állami feladat, az állam döntött így, akkor oldja meg az állam. Attól tartok, hogy most nincs lehetősége Budaörsnek ezen segíteni, azon kívül, hogy teret ad a beszélgetésnek, és van egy statisztikai, demográfiai tudása arról, hogy a városban mi történik. Várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kis csoportban kezdték újra a foglalkozásokat a budaörsi zenetanodában. A 3 éve indult kezdeményezés a tanoda kényszerű bezárása alatt sem állt le teljesen. Bár az éneklést és a hangszeres oktatást nehéz online elvégezni, a gyakorlást azért nem mulasztották el. A személyes oktatáson a ritmus gyakorlatokkal kezdenek, majd a gitárakkordok elsajátítása után teljes dalokat tanulnak meg. A résztvevő gyerekek így idővel akár önálló produkcióra is készek lesznek. Én lefogom az akkordokat, tipped, és akire rámutatok, ő fogja mondani, hogy milyen akkordot fogok, rendben? Almácska? C. C? Igen. Eszti? Igen. Bence? G-dur. Lackó? F-mol. F-dur. F-dur. Egy kis elméleti ismétlés, és már a húrok közé is csaphattak a budaörsi zenetanoda diákjai, akik hosszú bezártság és otthoni munka után alig pár hete kezdhették el újra a közös munkát az intézmény templomtéri központjában. És mindenki. A budaörsi zenetanoda már 3 éve. Kezdődött, és azóta folyamatosan visszük, hol kisebb, hol nagyobb csoportban. Természetesen a Covid nekünk is egy mini gátat szabott, és egy ideig nem találkozhattunk a gyermekekkel, de most már kis csoportban újra kezdtük a foglalkozásokat. Volt lehetőség egyébként online formában valamilyen módon segíteni, vagy házi feladatot kaptak azért, hogy ne essenek egy gyerekek, vagy ez egy teljes leállás volt számotokra? Teljes leállás nem, viszont azt gondolom, hogy a művészetet, de ahogy minden mást is online formában nagyon nehéz átvinni. A gyermekek már ismertek akkordokat, és tudtak otthon gyakorolni, hiszen mindenkinek van saját gitára, de teljesen más az, amikor itt találkozunk közösen, és jól érezzük magunkat. A gyerekeket a Roman Oglaszó együttes tagjai tanítják a tanodában. Ez többnyire gitároktatásból áll, de ezzel együtt természetesen énekelni is tanulnak, és a ritmus gyakorlatok sem maradhatnak ki a kínálatból. És itt bejönnek a lányok is. A legtöbb diák ugye a budaörsi tanoda diákja, de vannak budapesti diákok is. Most ugye a vírus miatt kevesen vagyunk, általában ilyen 4-5 fővel, de ugye októberben kezdtük, akkor még nem voltak olyan nagy lezárások, ott voltunk 8-10 is, meg egy másik program is futott így, a kettővel együtt voltunk. Volt, amikor festettek is a gyerekek, és zenére festettek. Az elején ugye nagyon kezdők, senki nem zenész, de most már nagyon ügyesek a gyerekek. Elsek ilyen ritmus gyakorlatokat vettünk, és akkor szépen elsek csak én gitároztam, és a gyerekek énekeltek, mert úgy nekik könnyebb volt, és aztán elkezdtük elsek a gitár akkordokat venni, és egyre több, most már dalokat játszanak a gyerekek. A többségük viszonylag gyorsan tanul, és nagyon jó érzékkel és magabiztosan adja elő a kiválasztott dalokat. Már vagy úgy egy éve gitározok itt a tanodában, előtte meg énekelek, mert már a Roman Oglaszó zenekar tagja vagyok.
És hát úgy döntöttem, mert hogy mondta ugye a Putu a tanárom, hogy majd lesz ilyen gitáróra, és hát én nagyon szeretek hangszereken játszani, mert apukámmal is szoktam zongorázni, szóval hát úgy döntöttem, hogy elkezdek gitározni. Miért ezt a hangszert választottad? Mesélj róla, nekem nagyon tetszik, nagyon szép kis hangszer. Hát nem tudom, a gitár az olyan alaphangszer szerintem, az ilyen nagyon szépen hangzik, és így minden dalban így megvan így a gitár benne, vagy hát hogy így a dalokban így mindig cseng egy gitár. Mi a fontos neked egyébként, vagy a fontosabb, ha lehet az, hogy egy dalt kíséri, vagy pedig, hogy szólóban játsz a gitárral? Hát én inkább kísérni szeretek, mert azért még én is csak tanuló vagyok, szóval így szólózni még annyira nem vállalnám be, inkább kísérek. Mi a kedvenc dalod egyébként? Hát az Ársodorna elhajómat, én azt nagyon szeretem, csak néha nagyon magas nekem is. Én ugye a tanárnak, a Bécinek vagyok az unokaöccse, és így vele szoktam jönni ide gitárórára. Mennyire jó itt, mennyire érzed otthon magad, és hát mi mindent tanulsz? Hát én gitározni tanulok itt csak, de nagyon jól érzem, hogy magam szeretek itt lenni. Milyenek azok a dalok, amiket itt tanulsz, tehát mennyire testhez állók neked? Szeretem őket, már megtanultam, szóval... jók. Egyébként mik azok a dalok, amiket szívesen játszol, hogyha magad a kezedbe veszed a gitárt és foglalkozol vele? Hát ezeket szoktam otthon, amiket itt tanulok. Elsőleg ilyen nagyon egyszerű gyerekdalokat vettünk, és most már behoznak gyerekek, amilyen dalokat ők szeretnek, és meg szeretnének tanulni, most már meg tudjuk tanulni őket. Mennyire tudod kezelni? Mert látom, hogy van itt, aki azért haladó, többet tanult, mert meg van olyan, aki kezdő. Ezeket hogy lehet összehangolni, úgyhogy azért ne érezze hátrányban magát? Szoktunk külön válni a gyerekekkel. Van, amikor a Saci segít nekem, és akkor ő van a jobb gyerekekkel, akik már előrébb vannak, és én pedig külön gyakorlok, akik... Mert igazából azért vannak lemaradva, mert nem tudtak járni minden órára, mert betegek voltak, és akkor otthon nem tudtak annyit gyakorolni, de most már kezdünk egy szinten lenni. Persze vannak, akik kimagaslóan ügyesek, hogy egyszer megmutatom nekik, és már egyből tudják, de van, aki viszont szorgalmasabb. Tavaly előtt voltam itt énekelni, és tavaly azért nem tudtam jönni, mert hát sok volt a tanulnivaló, ezért nem jöttem, de idén már jöttem, mert hallottam, hogy van ilyen gitártanulás, és én szeretek gitározni, mert szerettem a hangszereket. Azt látom, hogy jó pár dalt ismersz, meg vannak újak is itt a számodra, a többiek meg már tudták, mennyire nehéz egyébként fölzárkózni, hogy milyen gyorsan tudod megtanulni ezeket. Hát én lassabban tanulom ezeket, nekem nehezebb. De ha egyszer megtanultad, akkor tökéletesen megy. Igen, nagyjából igen. Természetesen járnak budaörsiek. Budapestről és Budakesziről is járnak hozzánk, úgyhogy elég színes kezd lenni a mi palettánk. És én úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy megtanulnak gitározni, zongorázni, valamilyen ritmus hangszeren játszani, vagy bármi mást, ez nagyon sokat adhat nekik a jövőben is, hiszen ezáltal folyamatosan fejlődnek a gyermekek. Mennyire utánpótlás nevelés ez mondjuk a Romanok Lazos számára, ugye, mert lassan ott már páran kezdenek kiöregedni a csapatból. Ez így van, bár édesapukám, aki a zenekarvezetőnk, még most is gyerekeknek hív minket, a valóságban már mindenki minimum 18 éves, és annál jóval idősebb. Így kell az utánpótlás, a friss erő, és hogyha mi már egyszer még öregebbek leszünk, akkor itt lesznek nekünk ők. A TV24 Budaörsi közéleti magazinját a Hétközbent látták, hamarosan a magánbeszélgetés Juszt László műsora következik.
Ha észrevételük vagy kérdésük van, akkor írjanak nekünk a tv2040@tv2040.hu e-mail címre, de megtalálnak minket a Facebookon is. Ha pedig lemaradtak valamelyik műsorról, akkor nézzék meg a YouTube csatornánkon vagy a hétvégi ismétlésben. Egyébként a honlapunkról is oda találnak a YouTube csatornánkra, tehát a honlapunkon is ott van minden saját gyártású műsor. Az ismétlések itt a televízióban szombaton és vasárnap is reggel 9 és 18 órakor kezdődnek, mindig a hétfői első műsorral, a hétfői hétközbennel, aztán jön szép sorban az összes többi műsor. Hétfőn pünköst hétfő, ezért nem jelentkezünk majd hétközbennel, csak ismétlést láthatnak, kedden viszont a szokásos műsorrend szerint folytatódik majd minden. Kellemes hosszú hétvégét, minden jót kívánok, viszontlátásra!